szeretettel köszöntöm a mai sajtótájékoztatón dr. Fazekas Sándor fajoszugrásügyi miniszter urat, és Kovács Sándor országgyűlési képviselőjelölt urat, és a Jászlóközszolnok megyei közgyűlése elnökét. Megkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, hogy tartson egy sajtótájékoztatót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a főigazgatóasszonyt, elnök urat, a sajtó megjelent képviselőit. Tájékoztatást szeretnénk adni itt az év első időszakában arról, hogy a karcagi Kátai Gábor kórházban milyen fejlesztések voltak az elmúlt években. Egyfajta összefoglaló ez az eddig végzett munkáról. Szeretném átadni Varga Mihály miniszter úr üdvözletét önöknek, aki a gazdasági tárca vezetője. Az ő munkája is benne van abban, a megyei közgyűlés elnökével, Kovács Sándorral együtt, illetve a Karcag Városi Önkormányzat munkája is, Dobos László polgármester úr az élen. Benne van abban, hogy ma elmondhatjuk azt, hogy a karcagi Kátai Gábor kórházban az elmúlt néhány évben, 2010 óta 3,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, és mintegy 1,5 milliárd értékű fejlesztés most is folyamatban van. Ez azért is jelentős, mert az elmúlt 10-12 évben a kórház főépülete tulajdonképpen megújult, a mellékszárnyak, kiegészítő épületek felújításával folytatódott a munka, illetve olyan orvosdiagnosztikai műtőberendezések beszerzése történt, amelyek 100 millió forintos nagyságrendűek. Műtők, vizsgáló berendezések, sterilizáló, a betegellátás színvonalát javító egészségügyi gép műszer beszerzések nagy számban valósultak meg, és ennek is köszönhető az, hogy ma a karcagi Kátai Gábor kórház európai színvonalú ellátást tud nyújtani. Mintegy 100 000 fős az a vonzás körzet, amelynek a részére az egészségügyi ellátásban a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Gratulálok ehhez a munkához Kovács Sándor elnök úrnak, a kórház vezetésének, Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonynak, minden kórházi dolgozónak, hiszen nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. A település, a parlamenti képviselők, miniszterek összefogása, a környező települések összefogása is testet ölt ebben. Ezt azért is fontos kiemelni, mert vannak, akik sima mindennapi politikai haszonszerzésből cáfolják azt a teljesítményt, amit sikerült itt elérni. Elég arra gondolni, hogy Lukács László György jobbikos képviselő most a kampányában úgymond a Jobbik egészségpolitikusaként felelőtlen kijelentésekkel próbál szavazókat találni. Ő szemrehányásokat tesz, hogy az egészségügyben milyen helyzet van. Hát el tudjuk azt mondani, hogy folyamatosan fejlődött a karcagi kórház, az épületek felújítása, a megfelelő, a betegek egészségügyi ellátását szolgáló berendezéseknek a beszerzése, beépítése az folyamatos, így az ellátási színvonal nőtt az elmúlt években. Azt is el kell mondani, hogy Lukács László György hiányolja, hogy kevés orvos van a kórházban, sajnos itt a szakemberek, magasan képzett orvosok jelentős része az elmúlt években külföldön keresett munkát. A pótlásuk az kormányzati intézkedéseknek köszönhetően folyamatos. Erről elnök úr, illetve főigazgatóasszony is tájékoztatást fog majd nyújtani. Biztos, hogy több orvos lenne itt, hogyha például Lukács László, hogy nem foglalkozna kifejezetten, nem foglalkozott volna az elmúlt években családi cégén keresztül célirányosan azzal, hogy orvosokat közvetítsen külföldre. Így a térségünkből is jó néhány orvost közvetített külföldre, ezt anyagi haszonszerzés végett, úgymond a Jobbik egészségpolitikusok, így lehet, hogy ez a Jobbiknak az egészségpolitikája egyébként, hogy az orvosokat pénzért külföldre közvetítik, végezte, ezáltal a magyar emberek ellátását veszélyezteti. És ehhez képest szemrehányásokat tesz, hogy miért nincsen kevés, miért van ilyen kevés orvos. Hát én azt tudom minden is üzenni Lukács László, hogy önnek, hogy több orvos lesz, hogyha visszahozza azokat, akiket már külföldre elvitt, esetleg ebben a vonatkozásban valamit tudna tenni a térség egészségügyéért, építene és nem rombolna. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jövőben is folytatódik a karcagi kórház fejlesztése. Itt jó néhány kiegészítő beruházás volt az elmúlt években, így a termálfürdő felújítása megtörtént, egy korszerű fedettmedence is rendelkezésre áll, és ott egy olyan reumatológiai szolgáltatás is fogadja a betegeket, gyógyulni vágyókat, amelyre komoly igény van a térségben. A további fejlesztési elképzelések, illetve a végzett munkáról főigazgató, illetve elnök úr fog tájékoztatást adni. Köszönöm szépen. Thank you.
Én is köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és örömmel jelentem be, hogy a hűvös téli időben egy olyan rendezvényről jöttem, amely nem csak Magyarország, nem csak Jászlóton Szolnok megye szempontjából, de az egész ország szempontjából kiemelkedő. Jászfényszarún adták át a Thyssenkrupp-nak az üzemét, ahonnan jövök, 500 ember dolgozik, magasan képzett szakembereket fognak foglalkoztatni, olyan technológiát fognak gyártani, amelyet magyar kutatómérnökök fejlesztettek ki, és a miniszterelnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök úr adta át ezt a rendezvényt, és mindenképpen érdemes volt megvárni az ő beszédét, mert többször is kitért Karcagra és a Nagykunságra, többször dicsérőleg szólt a nemzetgazdasági miniszterről, megállapította azt és megemlítette azt, hogy Karcag és térsége, a Nagykunság egy fejlett és egy jó erőben lévő régió, ami szép jövő előjár, és ezt igazolja itt Fazekas Sándor miniszter úr is, ennek a rövid összefoglalója, és hát ő szerényen nem említette meg az eredményeket, és én kénytelen vagyok így felsorolni néhányat, hogy mit sikerült elérni az ő segítségével, hiszen semmi sem sikerülhetne akár csak egy embernek. Ha nem áll mögötte csapat, ha nem állunk együtt össze, akkor sokkal kevésbé lettünk volna sikeresek, és amikor összeszedjük ezeket az eredményeket, akkor döbbenünk rá, hogy szép teljesítményünk van. Csak érintőlegesen lehet, hogy majd akár kiosztásra is kerülhet ez az anyag. Ahogy említette miniszter úr, 3,5 milliárd forint került a kórházba, a kórház felújítására, felszerelésére. Talán egy két hónappal ezelőtt volt a megyei közgyűlés kihelyezett ülése Karcagon, ahol főigazgató asszony bemutatta a karcagi kórházat. És láttam azt a megdöbbenést a megyebeli képviselők arcán, hogy micsoda szuper kórházunk van, milyen megújult kórházunk és hogy fel van szerelve. Amikor a fényképek megjelentek a felújított vadonatúj műtőblokkokról, a CT-ről, a teljesen felújított épületszárnyakról, és akkor még nem látták az anyaszállót, azt a részt, ami a múlt héten került átadásra az országba másodikként. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk és példaként mutathatjuk a karcagi kórházat. De akik ide látogatnak, ezt tudják is, az itt dolgozók is tudják, és tudják azt, hogy az új épülethez, kitűnő műszerekhez, kitűnő szakembereink is vannak. Volt egy nehéz időszak, amikor nagyon nehéz volt pótolni a szakembereket, amit említett miniszter úr is, hiszen voltak ellenérdekelt felek, akik nem az orvosok itthontartásában voltak érdekeltek, hanem a külföldre szerződtetésében. Csak néhány adat, közel 1 milliárd forintból épül a karcagi rendőrkapitányság, valószínű, hogy tavasszal, nyár elején átadásra is kerül ez az épület. Megújult a Dériné Kulturális Központ kívülről, és fokozatosan belülről is megújultak a vizes blokkjai. Az iskola 2020 elnevezési pályázatban elindul a Kovács Mihály iskola felújítása, átadták a Szociális Szolgáltató Központot, élelmiszeripari tanüzem épült a Szent Annai Sámuelben, elkészült a Szajó-Püspökladány közötti vasútvonal, amiben, ha emlékszünk rá, felüljáró és aluljáró is épült Karcagon, és megújult a vasútállomás épülete teljes mértékben. Én azt gondolom, hogy Magyarország egyik legszebb vasútállomásával rendelkezik Karcag. A Városi Sportcsarnokban a tetőfelújítás, térfigyelő, rendszámfelismerő kamerarendszer kerül kiépítésre, új játszótéri elemek kerültek átadásra, a Szimovoda csoportszobába bővült, a Kinizsi úti óvoda modern konyhát kapott, Püspökladányi és Madarasi út felújításra került. Emlékszünk rá, néhány évvel ezelőtt a Püspökladányi és a Madarasi út volt a, úgymond, a város legrosszabb útja. Már meg is feledkeztünk róla, hogy ez egy kitűnő, jó állapotú út a 4-estől a Püspökladányi úton keresztül, Kunmadarasi úton keresztül egészen Kunmadarasig. Folytatódni fognak a felújítások, most már nem ez a legrosszabb út, mindig van egy rossz út, ami folyamatosan felújításra kerülnek. Rekultivációra került sor a karcagi hulladéklerakóba, városháza felújítása, energetika rendszer felújítása,
Kossuth tér díszburkolatot kapott, csak annyi, hogy a Városháza előtti részen egy 10 évvel ezelőtt volt egy külföldi parlamenti képviselő, aki azt olvasta a karcagról, hogy burkolatlan a Városháza előtti terület, és megnézte a város, hogy bizonyára azért, mert földutak vannak karcagon, és mondtam, nem, azt gondoltuk, hogy majd akkor burkoljuk le a Városháza előtti aprókavicsos területet, amikor majd oda tartottunk, hogy már az utcák nagy része is le van burkolva. Karcagon szerintem 95-96%-os a burkolt utak száma, ezután került leburkolására az első világháborús emlékmű között körülötti terület, és nagyon sok járda került térburkolattal felújításra a városba. Zöldfő úti idősek otthonának teljes felújítása, ifjúsági ház korszerűsítése felújítása, közvilágítási hálózat bővítése, ivóvízjavító program, karcag, kenderes, völgyes, egyes zárkert, út alapépítés, Erker Ferenc iskola tetőfelújítás, házi orvosi rendelők épületének külső-belső részleges felújítása, Karcag-Kunmadaras közötti út felújítása, azt említettem, buszpályaudvar teljes felújítása, teljesen új épületet kapott a Karcag járási hivatal, országba egyetlenként és a legszemként a lombkorona sétány megépült, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tavaszi időszakkal, amikor jó időszak lesz, olyan terhelés fog kapni, hogy nagyon sok karcagi fog oda kijárni, és egy pihenő parkként fog funkcionálni a futópálya körülötti terület. Kuthen és Táncsics körülti óvodák teljes felújítása. Én a Kuthen úti óvodába kezdtem óvodás pályafutásomat, és utána Táncsics körúti, akkor még Rákóczi úti óvoda volt, és hát vadonatúj, mint hogyha vadonatúj óvoda lenne mind a kettő, nem egy régi óvoda, teljesen felújítok ezek az óvodák, és a gyermekeimet is a Táncsics körúti óvodába viszem, és látom azt, hogy micsoda komfortos, milyen szép óvoda az is. Műfüves nagypálya épült a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskolánál, nagyméretű futballpálya, amiket még akár 5-10 évvel ezelőtt csak skandináv országok közvetítéséből láttuk. Ezt a Szent Annai iskola diákjai testnevelés órán tudják használni, és a karcagi sportolni vágyó fiatalok is edzésekre. Első világháborús emlékmű megújult, szépen fel van újítva, és lámpás forgalomirányító rendszer kialakítása a postai útkereszteződésben. Én emlékszem rá, hogy miniszter úr még polgármester volt Karcagon, amikor talán egy 20 évvel ezelőtt kezdeményezte ezt. Több tervezés volt, több folyamat, és elértünk odáig a tavalyi évben, hogy megépült ez a lámpás kereszteződés. Előtte sokan szitták azért, hogy veszélyes, és nem lehet közlekedni. Most ugyanazok és ugyanannyian szidják, hogy akadályozza a forgalmat, nem lehet jól haladni. Vannak emberek, akiknek semmi sem jó. Ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka. Rengeteg fejlesztés történt a városban, amit nagyon hosszan és hosszasan és részletezve lehetne felsorolni. És Karcag csak az egyik sziget ennek a fejlesztésnek. Az egész választókerületben lehetne akár fél napon keresztül sorolni a felújításokat, csak a területi operatív program keretében 16 milliárd forint jött ebbe a körzetbe, energetikai, bölcsőde, óvoda, iskola felújításra, ipari park fejlesztésre, ipari, roncsolt ipari területek rendbehozatálára, városkép helyreállításra. Én azt gondolom, hogy egy sikeres 4, az egy sikeres 4 plusz 4 év áll mögöttünk, és ez nem jöhetett volna létre, nem jöhetett volna így létre, ha nincs a kormányban két miniszterünk, hanem dr. Fazekas Sándor, az országgyűlési képviselőnk. Én azt gondolom, hogy a következő ciklusban is számítunk a munkájára, hogy azt a lemaradást, ami akár Karcagon évtizedes vagy évszázados, azt le tudjuk küzdeni, és a következő sajtótájékoztatón majd egy ilyen beruházásról, mint a Jászfényszarúj, majd be tudjunk számolni a sajtó jeles képviselőinek. Már egyről, talán a Túrkevéről be tudunk számolni, ott egy 400 főt foglalkoztató üzemnek az alapkő letétele talán ebben a hónapban lett
tevésre kerül, és én azt gondolom, hogy megindulunk azon a fejlődési pályán, amelyet elképzeltünk magunknak, de ez nem varázsítés, nem csoda, nem ígéret, hanem apró szorgalmas munkával fog létrejönni. Köszönöm szépen, főigazgató asszony. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm miniszter urat, elnök urat és a sarkó képviselőit még egyszer. Csatlakozom ahhoz, amit miniszter úr, illetve elnök úr elmondott. Nagyon örülök, és nyilván boldogság is számomra, hogy az elmúlt 5 évben főigazgatóként vezetve az intézményt sok-sok fejlesztésről számolhatott be miniszter úr is, amit ezúton is köszönök, mert nyilván nem ment volna ez, ugye, ahogy elnök úr is mondta, nem ment volna ez az ő támogatásuk nélkül, és anélkül, hogy ne jeleztem volna előre, hogy mikor és miért, és mire van szükség, milyen fejlesztésekre, milyen felújításokra. Ezek mind-mind sikerrel megvalósultak, amiket terveztünk, de azt szeretném kiemelni a legfontosabbat, amit a foglalkoztatás terén úgy gondolom csak sikerült elérnünk. Az, hogy egy kórházban esetleg közalkalmazottként szakorvos nincs annyi, amennyi lehetne, vagy kellene, szükséges lenne, de közreműködőként tudja biztosítani az ellátást, a szakellátás biztonságát, azt is figyelembe kell venni, hogy hány közreműködővel dolgozik, és azok milyen közreműködők. Ebben az intézményben vesekőzúzás, ESVL kezelés nem volt 2016-ig. Azóta ez is van, közreműködővel meg tudjuk oldani, nem kell a lakosoknak, az érintett ellátottaknak magasabb szintű intézménybe utazni, akár Debrecen, akár Szolnok irányában. Vissza tudtuk hozni a szürkehályok műtéteket. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon fontosak. És nem beszélve arról, hogy kormányzati segítséggel tudtuk itt tartani a közfoglalkoztatott orvosainkat. Akit nem tudtunk, azokat valóban valamilyen közvetítő útján, módján eljutottak külföldre. Sajnos a sürgősségi szakellátás terén, a pszichiátria terén ezeket mind-mind itt helyben is megtapasztaltuk. 2010 és 2013 között már akkor gondolta a magyar kormány, szerintem előre látta, mint ahogy mi is látjuk, mint minden intézményvezető, nyilván mindenkit érdekel ez, hogy házon belül nézze, hogy mikor mennek nyugdíjba esetleg a közalkalmazott orvosai, és már a pótlásról nem az utolsó pillanatban, hanem azt előzően legalább 2 évvel próbáljon meggondolkodni. 2012-ben indult 2 támokos pályázat, mely mind a 2 pályázaton sikerrel vett részt a kórházunk, és ebben az ápolók kiégésének a mentesítésén túl a szakorvosok, új szakorvosok foglalkoztatását is biztosította ez a uniós forrásból ez a pályázat. Ezt követően 2017-ben is adtunk be EFOP-os pályázatot, és mondhatom most így, hogy sikerrel pályáztunk humán erőforrás fejlesztésre, ami úgy szintén további szakorvosok és ápolók felvételét, illetve félállásban egy gyógyszeri felvételét teszi majd lehetővé. Tehát ezek mind olyan uniós források, amit célzottan lehet pályázni minden egyes intézménynek, és nyilván a kiíró, a magyar kormány dönt arról, hogy mire használja fel az uniós forrásokat. Tehát gondolom, hogy ebből is látható mindenki számára, hogy előre is gondolkodik, és gondolkodott ezelőtt 5-10 évvel is, 2010-12-től kezdődően a kormány. Nem beszélve, illetve hát megemlítve azt, hogy a szakorvosok itt tartása és a szakorvosnak tanulók itt tartása, Magyarországon tartása érdekében, ugye kidolgozta a rezidens képzési program, támogatási programot, a fiatal szakorvosok támogatását, amiben mi viszonylag nem nagy kórház vagyunk, 630 fős létszámmal, városi kórház, de mi is részt vettünk, és nálunk is elmondható, és részt veszünk ma is, nálunk is elmondható, hogy 2015 és 2018 között napjainkig, február végéig,
rezidens támogatást, mint egy 18 millió forintot, fiatal szakorvosok támogatása címen pedig 2 millió forintot kaptunk kormányzati támogatásként. Nyilván úgy, hogy ezt a támogatottak rajtunk keresztül kapták meg. A foglalkoztatáshoz még szeretném elmondani, hogy bár központi költségvetési szerv a Kártai Gábor Kórház is 2012. májusától, de minden központi költségvetési szervnek lehetősége van arra, hogy akár közfoglalkoztatás keretében, akár a korábbi GINOP-os pályázatok keretében a foglalkoztatást bővítse. Intézményünk az ápolóképzést is szem előtt tartva együttműködik jelenleg is, és együttműködött a Karcagi Nagykun Református Gimnáziummal, ahol ilyen képzés folyik, és jövő szeptember, illetve idén szeptember 1-től a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakközépiskolájával is, mert akkor ott folyik majd ez a képzés. Mi vagyunk a gyakorlati oktatóhely, nekünk nagyon fontos, ami akár országos szinten is, erről néha kevésbé esik szó, az ápoló hiányról, ami országos szinten jelentkezik, az nálunk nagyon fontos, itt akarjuk tartani a képzést, és itt akarjuk tartani a fiatalokat. A GINOP-os pályázatok keretében többek között 37 ilyen fiatalt, 25 év alatti fiatalt sikerült Karcagon tartani ebben a szakmában az elmúlt évben. A GINOP-os pályázatokból, ahogy elnök úr mondta, 2017 végén topos pályázatok lettek, arra is pályázunk. Közfoglalkoztatás keretében meg hál' Istennek elég nagy udvarral rendelkezik az intézmény, és a betegek gyógyulását az is szolgálja, mihez jobb levegő van, hogy kimehetnek, ha kell, de ennek a rendbetételét nyilván egy kialakított közfoglalkoztatási csoporttal, 10 fős csoporttal folyamatosan tudjuk biztosítani, immáron másfél éve. Az ápolók és a szakorvosok béremeléséhez szeretnék visszatérni még, ami mindenképpen azt irányozza elő és azt célozza, úgy gondolom, kormányzati szinten, és úgy érzékelem itt helyi szinten, hogy itthon maradjanak a szakorvosok, és itthon dolgozzanak. Az elmúlt években megvalósított bérfejlesztések eredményeképpen az a szakorvosok bére 207 ezer forinttal emelkedett két ütemben, de megjegyzem, a szakgyógyszerészeké is ebbe a körbe tartozott. Az ápolók vonatkozásában pedig ez a béremelkedés 2010 és 2019 között eléri a 65%-ot. Ott még van egy ütem a jogszabály alapján, és az idei évben a 2018. november 1-ére tervezett 8%-os béremelés pedig előre lett hozva január 1-ével. Ha azt vesszük figyelembe, hogy az elmúlt években a minimálbér és a bérminimum milyen mértékben emelkedett 2010 és 2018 között, és az egészségügyi ágazatban milyen béremelések voltak, akkor ezek mind azt célozzák, hogy ez a szakma, ez a pálya Magyarországon erősíthető, a fiatalok ezt a pályát válasszák, és ezen a pályán dolgozzanak a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy ennek érdekében akár a humán erőforrás, akár a fejlesztések érdekében, a környezetjavítása érdekében eddig is mindent megtettünk, és még egyszer köszönöm az eddigi segítséget, és számítok a jövőbeli segítségükre. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Van-e kérdés? 50 éves évforduló, nem tudtam mit lenni. Szeretnék átadni a